halakkal már egészen kicsi koromban megismerkedtem. Nem csak azért, mert veszprémi származású vagyok, és Balaton környékén nőttem föl, hanem azért is anyukám mégis nagyon szerették a halas ételeket mindig. Többnyire nyilván az elején még ez inkább egy ünnepi fogás volt nekünk is, a karácsonyhoz kötődött, többnyire aztán az új évhez. És aztán apukám látta, hogy mi ezt így alapvetően nagyon szeretjük, hogy azóta is a halas ételek közül, mondjuk a halászlé és a halcspaprikás a kedvenc ételem mindenek fölött. Apukámnak van valami olyan különleges receptje, ami által nekem az ő által a készített halászlé vált a kedvencemmé. Megmondom őszintén, nagyon sok felé jártam már az országban, és mindenhol kipróbálom a halászlét, ahol van. Én szeretem a Szegeditől a Bajaig az összes fajta variációt, ezeknek a mixét is, a különböző újításokat is nagyon szeretem, de az apukámé a legjobb. Amikor tehetem, beillesztem a heti étrendbe is a halat. Túl az, hogy egészséges, nagyon finom is, tehát én abban a úgymond szerencsés helyzetben vagyok, hogy szeretem. Viszont nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik azt hiszik, hogy nem szeretik, és hogy kapnak egy olyan halasfogást, amit jól el van készítve, és vitathatatlanul finom, az nekik is tetszik. Tehát nagyon sokan szerintem felelőtlenül rámondják, hogy ó, hát én nem szeretem a halat, az a vízben él, az ne jöjjön hozzám, én nem megyek oda, mit tudom én. Tehát van egy csomófajta ilyen jó közhelyes frázis erre. Érdemes megpróbálni, mert amúgy most a világ tengeri halait leszámítva, illetve ezeket is belefoglalva ebbe a nagy halmazba, a Magyarországon elérhető halak is egyébként szerintem alapvetően nagyon-nagyon a kiemelten egészséges kategóriába tartoznak. Úgyhogy erről láttam is statisztikákat egyébként, hogy olyan országokban, ahol nagyon kiemelkedő nagy a halfogyasztás, mennyivel egészségesek az emberek, mennyire jó hatása van különböző funkcióinkra. Úgyhogy a magam részéről ezt én tudatosan tettem bele. Nem csak azért, mert hogy finom, hanem azért is, mert tényleg ennyit, hogyha az ember meg tud magáért tenni, hogy egy héten legalább kétszer, oké, legyen egyszer, egy halas fogást teszik, akkor az már jó. Hal eredete, ez egy lényeges kérdés. Amikor gyerek voltam, akkor még mi is jártunk sokat pecázni, többnyire az unokatesóimmal és a nagybátyámmal. Ezek nagyon jó időtöltések voltak, nyilván a családot is összehozza, egy picit jobban tudunk beszélgetni közben, valamint ez a fajta várakozás, ez nem egy tétlen várakozás, hiszen bármikor jöhet egy kapás, és az ember árgus szemekkel figyeli a damilt, hogy hogyan mozog. Úgyhogy nekem van egy pár ilyen vicces küzdelmem, az egyik az pont egy ekkora törpeharcsával történt, és azt hittem, hogy minimum egy cápát fogtam, vagy egy Moby Dicket, mert még én is pici voltam még hozzá nyilván, de a bot így hajlott, tehát körülbelül egy ilyen 15 percig téptem, mire kijött az ekkora kis állat, úgyhogy vissza is dobtuk egyébként, de nagyon fontos nekem is az, hogy jó forrásból származzon. Nem nagyon találkoztam olyan emberrel még, aki egy jól elkészített halételre azt mondaná, hogy ez neki totálisan nem fér bele. De biztos jól meg lehet csinálni, szerintem nagyon sok helyen nem jól csinálják, nagyon sok olyan helyen találkoztam is, ahol nem volt olyan minőség, nem volt annyira friss. Például, hogyha eljönnek hozzánk, és a kedves nézők mondjuk leülnek hozzánk mindannyian, több millióan a kis asztalunkhoz, anyukáméknál, akkor biztos, hogy apukám halászléje ízlene mindenkinek. Kapj rá, legyél te is halrajongó!